Alpesi őrjárat, 6. évad, az őrzők. Te már bent vagy, ilyen korán. Izgalmas munkát találtam. Régi jegyzőkönyveket írok át. Bravo. Nagyon jól áll az egyenruha. Mit keresel itt? Hogy vagy? Igazad van, bejelentés nélkül jöttem, de Velencében voltam munkaügyben, és beszélni akartam veled. Telefonálhattál volna. Fontos dologról van szó, Manuela. Nekünk már nincs mit mondanunk egymásnak. A házunkról van szó. Nápolyban. Ott vannak a bútorok, amiket választottál. Nagyon jól néznek ki. Csak tudod, mióta ugrott az esküvőnk, olyan üres minden, és nem tudom, mi legyen, hiszen a tiéd is. Oké, de nem most. Dolgozom, látod? Jól van. Akkor majd később. Ha? Örülök, hogy sikerült bejutnod a rendőrséghez. Megérdemled. Viszlát. Manu. Minden rendben? Igen. Minden oké. San Vitói rendőrkapitányság. Várjon, nyugodjon meg. Mondja el, mi történt. Szépen megeszed a reggelit, amit a papa csinált neked? Tudod, hol ülsz? Az én helyemen. Mit csinálsz itt? A mamához jöttem, és megéreztem az illatot. Nagyon finom. Gyere, szívem, ülj le. Így, ni. És most szépen megreggelizünk. Jó? Jó étvágyat. Átjössz tanulni, mondanom kell valamit. Én megyek. Ha kérsz, még van tej, torta a frigóban, és holnap Vincenzo rétes süt, ha akarsz, gyere át. Sziasztok! Szia, szia!
Rácsavarhatom a tetejét? Minek? Úgy is lecsavarom. Kéred? Nem, ezt az utolsó hármat, négyet nyugodtan edd meg te. Van ott valaki? A ti házatokból jön, mi ez? Micsoda? Kinyitja valaki? Be vagyunk zárva, kinyitja valaki? Segítség! Mit nevet? Ez egyáltalán nem vicces. Ugyan? Be voltunk zárva. Láttam, igen. Hogy történhetett? A húzat csapta be. A húzat, persze, mert a húzatnak keze van, és kulcsra zárja az ajtót. Jó reggelt, édesem. Hogy vagy? Hm? Manu, mondd, mi van? Micsoda? A régi határnál? Igen, kezd el gyűjteni a nyomokat. Egyedül, csak nyugodtan, persze. Már is indulok. Mennem kell. Jó munkát, felügyelő. Később találkozunk. Én egész nap itt leszek. A mindenit. A többit elintézed? Szia, drágám. A határ. Első rész. Az áldozat Achille Montini, 60 éves, a Montini gyapjúfonó tulajdonosa és a falu polgármestere. Az eső mindent elmosott, sajnos semmi nyom nincs. A gyilkos fegyver? Az áldozat mellett volt, egy korlát darab. Nincs új lenyomat. A gyilkos még azzal se törődött, hogy elrejtse. Az ütés hirtelen felindulásra vall, nem előre megfontoltan követték el. Hogy hívják a lányt, aki a rendőrségre telefonált? Federica, a lánya. Ő találta meg a holttestet. Bravo! Ahhoz képest, hogy ez az első bűnügyi helyszíned egész jó. Menjünk, nézzünk körül a gyapjúfonóban. Ügyes vagy. Üdvözlöm, napi felügyelő vagyok. Maga Ettore Montini? Igen. Már vártam önöket. Nem akarnak hazamenni. Nagyon kötődtek a bátyámhoz. Achille mentette meg a falut. Hogy, milyen értelemben? A fél falu itt dolgozik. Én vagyok a könyvelő. Tudják, ez egy öreg hegyi falu. Nem sok munka van itt. Persze. Régen legalább itt volt a vámház, mindenki keresztül ment itt, de amióta megnyitották a határt, a gyapjúfonó az egyetlen kenyérkereset. De a bátyja a falu polgármestere is volt. Igen. Nem volt problémája valakivel? Ne. Nem? Nem, összesen talán 100-an élünk a faluban. Mindenki ismer mindenkit. Achille mindenkinek segített. Biztos, semmi vita, semmi nézeteltérés? Semmi. Semmi? Semmi. Miután özvegyen maradt, két dolog éltette. A gyapjúfonó és a lánya. Federica, minden más időpocsékolás volt neki. Figyeljen. De most, hogy a bátyja nincs többé, minden magára marad, gondolom, nem? Minden a lányáé lesz. Én nem tudnék elirányítani egy gyapjúfonót, könyvelő vagyok, mindent Achille csinált. Nem tudom, hogy boldogulunk majd nélküle.
Értem. Manuela, írtad? Manuela, jegyzeteltél? Igen. Jól van, köszönöm részvétem. Elmehet, ha akar, de álljon rendelkezésünkre. Kikérdezzük a munkásokat, rendben? Jó, igen. Köszönöm. Figyelj, Manuela. Minden rendben van, ugye? Nem lehetsz ennyire szórakozott. Kihallgatás közben jegyzetelned kell. Nem elég nekem Uber. Bocsánat, Vince, de... Antonio reggel megjelent a kapitányságon. Antonio mit akart? Semmi fontosat. Azt kérdezte, mi legyen a házzal, amit Nápolyban vettünk. Emlékszel? Persze. És most hogy vagy? Meg vagyok. Jól van, segíts Ubernek összeszedni a vallomásokat. Jó. Jó napot. Ezt a fiút Matthiasnak hívják. Jó ideje együtt vagyunk. És miért találkoztok titokban? Valaki nem nézi jó szemmel, apád nem akarta. A papa nem értette volna meg. Miért? Azért, mert Matthias keplet. A családjaink gyűlölik egymást. Miért gyűlölik egymást? A faluban csak két vezetéknév van. Montini és keplet. Mi állattenyésztők és gyapjukészítők vagyunk, a kepletek kereskedők és vámosok. Mindig gyűlölték egymást. Folyamatosak a kötekedések, apró bosszuk. És persze nem lehet összejönni senkivel a másik családból. Mi az oka az egésznek? Arra már nem emlékszik senki. Azt mondják, vagy 100 évvel ezelőtt kezdődött, mikor egy keplet ellopott egy birkát egy Montinitől, vagy fordítva, attól függően, hogy ki meséli. Persze. Figyelj, de apád is belekeveredett ebbe a bosszú féleségbe. Mindig azt mondta, hogy a kepletekben valami hibázik. Nekem és Matthiasnak őriznünk kellett a titkot. Tudod, hol van Matthias? A kunyhóban nem volt. Napközben a nagynényéknél dolgozik, fent a hegyen. Minden éjjel lejön a kunyhóba, én is, ha már mindenki alszik. Azt a fonalat követem, amit találtak. Nekem kötötte oda. Ma éjjel is lementél a kunyhóba? Ugye nem őt gyanúsítják. Matthias nem csinált semmit. Jól van, ne aggódj, csak válaszolj. Lementél vagy nem? Nem.
Nem sikerült lemennem hozzá. Hallottam, hogy az apám fenn van. Járkán. Utána kiment a kertbe, beszélt valakivel, de nem tudom kivel. Nem hallottam a hangjukat. Aztán... csönd lett. Azt hittem, hogy lefeküdt. Elindultam Matthiashoz, és... akkor találtam meg. Köszönöm. Egyelőre elmehetsz. Gyere. Viszontlátásra. Viszontlátásra. A Fono egyik alkalmazottja látta Achillet veszekedni egy 25 körüli fazonnal, aki miután kapott egyet, elmenekült. Ez ő. A srác a képen, amit a kunyhóban találtam. Matthias Keplet. Beszélnünk kell vele. Figyeltessük a kunyhót, és reggel az első dolgunk fölmenni a menedékházba. Rendben. Mit bámulsz rajtam? Egy kicsikét feszültnek látom. Semmi okom rá, ugye? Nem ez a baj. Lehet, hogy maga és Karolina kisasszony még nem... Én és Karolina ilyesmit, amit te mutogatsz, nem csinálunk. De mi a bánatra várnak? Hogy felbukkanjon egy harmadik? Ki? Moritz? Karolina látni sem bírja ezt a Moritzot. Nagy baj, ha látni sem bírja, akkor gyűlöli. Az direkt jó, hogyha gyűlöli, az jó, nem? Felügyelő, ébredjen föl minden belede gyorsan. Egyébként ma este szomelié tanfolyamra megyünk Karolinával, és már régen bejelentkeztünk, még Paolo előtt. Elüldögélünk ott, egyik pohár borocska a másik után. És jöhet a boldogság. Bravo, felügyelő. Ha megölelsz, letartóztatlak, sose jössz ki többet. Életfogytiglanit kapsz. Manueláról semmi? Nem olyan régen ment el. Azt mondta, hogy dolga van. Na, francba. Tessék. Köszönöm. Azóta nem találkoztatok? Nem. Az esküvön találkoztunk utoljára. A templomban. Jól tetted, hogy idejöttél. De most már nem kell félned. Már tudod, hogy mit akarsz, igaz? Köszönöm. Már is jobban vagyok. Jobb lenne, ha hazamennék. Biztos? Maradhatsz, ha akarsz. Nem. Hogy van Felhő? Nem iszik tejet, és már nem is játszik. Komolyan? Talán ideje lenne elválasztani. Az mi? El kell kezdenie húst tenni. Ez biztos? Igen. Ez teljesen természetes. Ne aggódj emiatt. Várj meg itt, jó? Látod, drágám? Te kis rosszaság. Tessék, add oda neki. Te vagy a mamája.
Etesd meg vele, tartsd a szájához. Ó, látod, milyen éhes volt. Jól van, ügyes Jól vagy. Jól van, Felhő. Tessék, adj még neki. Jól van, Lara. Köszönünk mindent, amit teszel. Hogyan? Semmiség. Nem, Krisztófra is gondolok. Tegnap este nálunk vacsorázott, és először voltunk együtt. Úgy. Mint egy család. Igen, nagyjából. Néhány nap múlva lesz a születésnapod. Ez így igaz. Larával arra gondoltunk, hogy megünnepelnénk. Igen, meghívjuk a nagyapát is. Én nagyon köszönöm, de nem szeretem ünnepelni. Miért nem? Hát mert... Jól van, ahogy akarod. Várj. Mi van a kezeddel? Semmi, beütöttem az erdőben. Gyere, Lara, menjünk haza. Speciális relativitás elmélet? Minden fizikai törvény változatlan marad minden inercia rendszerben. Figyelj! Felkészültem az érettségire. Te is tudod. Elárulnád, miért kellett ide jönnöm? Nem a fizika miatt, az fix. Igazából ezt akartam megmutatni. Szóval, fürödni egy tóban, kosárlabdázni, biciklizni, sétálni a hegyen. Ezek tök normális dolgok. Amiket én sose csinálhattam. És főleg sose volt merszem kipróbálni. De most más a helyzet. Mi az oka? Te. Viszont... szabok egy feltételt. Mit? Hogy te is velem jössz. Hogy mondhatnék nemet? Egy fél órás kis sétára, egy gyönyörű erdőben. Szabad? Karolina, készen vagy? Indulok. Persze. Na hát. Isten tudja, mióta halogatjuk. Igen. Mi az? Semmi, menjünk. Nem, még meg kell várni Moritzot, hogy elvigye Paolót. Ah. A szobában van, de semmi, 5 perc az egész. Értem, szóval mindjárt itt igen, van. Igen. Hát jó, akkor várunk. Igen. Paolo! Mi bajod? A hasam. Mit érzel? Mondd el. Szúr? Görcsöl. Görcsöl? A gyomrod vagy a hasad? A hasam. Figyelj. Gyere, tőj le a díványra. Mindjárt készítek neked valamit, jó? 36,5. De jó, nincs láza. Nincs. Fáj. Nagyon fáj. Szabad? Gyere, Moritz. Papa. Paolo, mi a baj? Nagyon fáj a hasam. Nem tudom miért, de most nem ülhetek autóba. Hogy nem ülhetsz? Anyádnak dolga van. Gyere, menjünk. Gyere. Nem. Nem bírok megmozdulni. Nem maradhatok itt még egy kicsit. A papával. Lehet, hogy vacsorára is itt marad. Légy szíves. Jó, persze. Semmi probléma. Sajnálom. Át kell állnom a kocsival, rossz helyen parkoltam. Gyere, megmutatom, hova parkolhatsz. Vincenzo, itt maradnál egy percre Paolóval. Persze. Köszönöm. Ide figyelj, Paul. Igen. Az anyád. Rögtön tudtam, hogy csak játszod a hasfájást. Én is csináltam ezt gyerekkoromban, de sokkal-sokkal jobban, mint te. Világos? Érted? Mire gondolsz? Hogy el kell tűnnöd az útból. Mi? Lépj le! Anyám sose kezdene egy ilyennel. Miért? Mi bajod velem? Milyen vagyok? Unalmas. Nem. Csúnya. Ízlés kérdése. És öreg is. Semmit nem tudsz arról, hogy mi van köztem és a mamád között, érted? Mi is van pontosan? Mert én nem látok semmit. Nem is tartozik rád, nem kell tudnod. Most itt van a papa. Te csak a múlt vagy. Paolo, ha én a múlt vagyok, akkor az apád csak a rég múlt, érted?
Bravo, ez jó volt. Carmelina, mit csinálsz? Nézd csak meg. Ki az ilyenkor? Szia. Nem lehetsz itt. Tudod, mi lesz, ha meglát a bátyám? Tudom. Sokszor próbáltalak hívni telefonon, de nem vetted föl. Biztosan sok dolgom volt. Megértem, de tényleg tudnom kell, hogy mit csináljunk a házzal, Manuela. Nézd, Antonio. Várj. Mást is akarok mondani. Csak nem tudom, hol kezdjem el. Bocsánatot akartam kérni. Hallgatlak. Ahogy veled bántam az utóbbi időben, az megbocsáthatatlan. Az eltelt pár hónapban megváltoztam. Antonio, ha megpróbálnád újra kezdeni, akkor nem, jobb, ha... Nem. Nyugodj meg, holnap visszamegyek Nápolyba, és nem látsz többet. Nem erről van szó. Oké. Okay. Az a helyzet, hogy közben elvesztettem a legszebb kincset, amin volt. És az egész az én hibám. Sajnálom. Jól van, most már menj el. Majd beszélünk a házról. Rendben. Vincenzo, a menedékház felé vezető úton hegyomlás történt. A hosszabb úton megyek, de ez időbe telik. Nem avatkozhatunk be. Az osztrák kollégák engedélyét kell kérnünk, mert a térkép szerint a menedékház a határon túl van egy pár méterrel. Az a térkép régi. Hogy régi? A térkép az térkép, nem? A hegyi határok gyorsan változnak. Változnak a határok, hogy? A magas hegyi földcsúszomlások átrendezik a határokat. A menedékház most Olaszországban van. Előtte Ausztriában volt, most meg itt van. Pontosan. Akkor intézkedhetünk. Látod, mindig tanul az ember. Jó napot! Jó napot! Segíthetünk? Nem, köszönöm, elbírom. Ausztriába járok bevásárolni, sokkal olcsóbb. A menedékházba mennek. Az enyém és az anyámé. Egy bizonyos Matthiast keresünk. Persze, Matthias. Jöjjenek velem. Köszönjük. Mi keplettek voltunk a vámosok a faluban. Aztán megnyitották a határokat, és most itt vagyunk. Mikor idejöttünk, a lányom Teá még kislány volt, a ház meg gyakorlatilag róm. Az unokaöccse, Matthias Keplet is itt dolgozik. Egy Matthias dolgozik itt, de nem a rokonom, és az is biztos, hogy nem Keplet. Biztos benne? Igen. Beszéltünk a barátnőjével. Én nem tudom, mit mondott maguknak, de nem ide valósi. Segít a bárban, meg a ház körül, de aludni lejár a faluba. Ha gondolják, ott dolgozik hátul. Matthias! Matthias, feltehetek néhány kérdést? Kik maguk? Napi felügyelő az állami rendőrségtől.
Van néhány kérdésem az Achille Montini gyilkossági ügyben. Hogy a gyilkosság? Beszéljük meg a kapitányságon. Nyugalom! Indulás. Feder? Matthias, te vagy az? Mit csinálsz itt? Miért van rajtad bilincs? Te ölted meg? Nem, Fede, tévednek. Így nekem, Fede! Te voltál! Nem, Fede! Matthias Russo vagyok, és egy éve élek itt. Gyakorlatilag mióta kijöttél a börtönből? 7 év. Rablási kísérlet, testi sértés. Szóval akkor honnan kezdjük? Hogy majdnem hozzávágtál egy baltát, vagy elmondod, hol voltál az éjjel, mikor megölték Achille Montinit? Otthon. Federicát vártam, de nem jött el. Federicát vártad, tehát egyedül voltál, nincs alibid. Miért mondtál álnevet Federicának? Mert nem akarom, hogy tudja, hogy ki vagyok. De miért? Mi a baj? Ha nem Keplet vagy? Az a baj, hogy miattam vakult meg. Hogy miattad vakult meg? Padovából jövök. Borgomanyó viadukt, állomás környék. Nem egy könnyű hely. 15 éves koromban a nagyobbak köteleztek egyfajta beavatási szertartásra. El kellett lopnom egy táskát az állomáson, egy kiránduló lányt néztem ki. Ő tűnt a legkönnyebbnek. Kibillentettem az egyensúlyából. Pont akkor, amikor befutott a vonat. Hét évig ezt álmodtam a börtönben minden éjjel. A táska. A vonat, a kiáltások. Amint szabadultam, eljöttem, hogy megismerjem és bocsánatot kérjek. Egyszer titokban elmentem hozzá, beszéltem vele, és nem ismert meg. Attól kezdve nem mertem elmondani, ki vagyok, úgy szégyeltem magam. Azt hitte, azért jöttem titokban, mert a rivális családtagja vagyok, így lettem Matthias Keplet. Aztán egymásba szerettünk. Csak hogy Achille felfedezte és rájött, hogy ki vagy valójában. Igen, egy éjszaka követte Federicát, és rögtön felismert. Láttak benneteket veszekedni nemrég a fonóban. Onnan van a seb? Azért mentem, hogy bocsánatot kérjek. Felajánlottam, hogy ingyen dolgozom, csak hogy törlesszek valahogy. Képzelem, mennyire érdekelte a bocsánat kérésed. Majdnem megölted a lányát pár euróért. Aztán visszamentél bocsánatot kérni. Ő meg ahelyett, hogy megbocsátott volna, letámadott, veszekedtetek, és te megölted. Semmi közöm hozzá. Egész éjjel Federicát vártam az esőben, megértette? Tudod bizonyítani? Nem tudod bizonyítani, igaz? Ha ártatlan vagy, miért futottál el a menedékháznál? Mert tudom, milyenek a rendőrök. Ha egyszer hibázol, véged. Az én múltammal már eleve bűnös vagyok, vagy tévedek? Tévedsz. Uber.
Fede... Én nem csináltam semmit. Mondd, hogy hiszel nekem, kérlek! Jól van, elég. Menj, menj. Fede... Engedjék meg, hogy beszéljek vele! Fede, én nem csináltam semmit! Bocsássanak meg az unokahúgomnak. Nagyon nehéz élete volt. Anya nélkül, aztán elvesztette a látását, és most még ez is. Nem tudtak semmit Matthiasról? Nem. Kész vagy? Bíz bennem. Federica. Azért jöttem, mert ő ragaszkodott hozzá. Nem én voltam. Ezt már hallottam. És elhiszed? Ha nem te voltál, akkor miért vagy még mindig bent? Mert van még valami, amit régóta el kell mondanom. Mi az? Nem vagyok Keplet. Sőt, egyáltalán nem vagyok idevalósi. Miket beszélsz? Az a tolvaj fiú, aki... aki a vonathoz lökött. Az én vagyok. Most már biztos vagyok benne, hogy te ölted meg. Mondtam... A papa rájött és megölted őt. Nem, Fede, mondom, hogy nem. Az elejétől fogva csak hazudtál. Fede, Fede. Minden, ami köztünk történt, igaz. Szeretlek. Őszintén szeretlek. Nézzek ki! Vigyen el innen! Barátnője szakítottak. Tényleg? És azt is tudom miért. Nézd, mi volt a papa tárcájában. Ti vagytok a nagymama kastélyában, igaz? Igen, mi vagyunk. Boldognak látszotok. Szeretek veled lenni. És néha eszembe jut, hogy mi lenne akkor, ha mind a hárman együtt élhetnénk. Én, te, meg a papa. Paolo, ez nem egészen így működik. A múlt az elmúlt. Jó lenne együtt lenni, igaz, de... én és a papád nagyon szerettük egymást. De most már más dolgok vannak az életünkben. Más emberek.
Vince, minden rendben? Persze, rendben, te jól vagy. Minden sikerült? Elintézted? Beszéltél Antonióval? Igen. Ma reggel találkoztunk. Bejött a kapitányságra? Nekem nem is szóltak. Nem, igazából ide jött. Ide, az én házamba? És te nem mondasz semmit? Miért kellett volna, bocs? Hogy miért kellett volna? Hogy miért, Manu? Először is, mert a hugom vagy, és pontosan emlékszem, hogy mit tett veled ez az ember. A barátod. A volt barátom. Amúgy csak bocsánatot akart kérni. És te hiszel neki? Őszintének tűnt. Nem érdekel, hogy őszinte volt vagy nem. Többet nem jöhet a házunk közelébe, és főleg a te közeledbe nem jöhet, megértetted? Vince, van már egy lányod, és az nem én vagyok. Nem vagyok kislány, meg tudom védeni magam, oké? Mellesleg ez nem a mi házunk. Ez a te házad. Én itt vendég vagyok. Francesco! Franci! Kéne ide egy jó kis mozgó lépcső. Fogadjunk, hogy meg akarsz beszélni valamit. Túl régen ismerlek. Tudom, hogy nem ünnepel születésnapot, úgyhogy megelőlegezem. Meg kell beszélned valamit. Szóval? Manueláról van szó, érted, és... Most visszajött Antonio. Furcsa, nem értem az egészet. Normális, nincs ezzel semmi baj. Esküvő előtt álltak, sok évig együtt voltak, aztán nem találkoztak. Adj nekik időt. Nem tudom, talán nem csak Antonio a baj. Talán én se tudom megadni neki azt, amire igazából szüksége lenne. Hogy érted ezt? Úgy értem, hogy most már nekem is ez az otthonom, érted? Itt van a munkám... A családom, Mela, Isabella, itt vannak a barátaim, itt vagy te, itt van Uber. De neki más, mert a szüleink már nincsenek. Házasodni akart, aztán nem akart. Van egy foglalkozása, amiről még nem tudjuk, hogy beválik-e, vagy nem. De igazi otthona nincs neki. Félsz, hogy visszamegy Antonióhoz? Igen. Emma egyszer azt mondta, az otthon nem az a hely, ahonnan eljössz, hanem az, ahol maradni akarsz. És mi ketten létrehoztuk ezt a helyet együtt. Darabról darabra, gerendáról gerendára. Ez volt életem legjobb döntése. És bár... Emma már nem láthatta, amikor elkészült. Ez még mindig a mi otthonunk. Manuela is megtalálja a maga házát, és megállapodik. De időt kell adnod neki, és főleg egy kis bizalmat. Éreznie kell, hogy hiszel benne, Vincenzo. A jövő héten megadom a többit. Nem, ne most adod hozzám, meg! Júri, vedd le valam a kezed! Azt mondtam, hogy ne ér hozzám! Menj innen! Nem érted? Azonnal engedd el! Minek avatkoztál bele? Én is elzavartam volna. Kezet emelt rád, Daphne! Ki volt ez? Itt lakik, Júrinak hívják. Tartozom neki a tetőcserépért. Azt hiszi, hogy bármit megtehet. Ez őrültség. Mindegy, már megszoktam. Hogy érted ezt? Eddig miért nem szóltál? Miért kellett volna? Segíthettem volna. Elboldogulok egyedül, és ahogy mindig. Te sem mondasz el nekem mindent. Miért nem akarsz születésnapot ünnepelni? Ez most egyáltalán nem Pedig olyan fontos. Nagyon is az. Lárának nagyon rosszul esett, hogy nemet mondtál. Szóval... Te nem mondod el a dolgokat. Tőlem mit vársz?
Kiskoromban sokat voltunk együtt a papával. Nappal a fonóban játszottam a munkások közt. Nyári estéken kivitt magával a mezőre. Csillagokat nézni. Most minden fekete. De mintha még mindig látnám. Mikor elvesztettem a látásomat, a papa gondoskodó lett. Túlságosan is. Megértem. Jó, de levegőt se kaptam tőle. Nyári estéken továbbra is kimentem a rétre, de egyedül éreztem magam. Aztán egy éjjel meghallottam egy hangot. Matthiasét? Kedves volt. Visszajött másnap este is, harmadnap is, meg negyednap is. Attól kezdve nem éreztem magam egyedül. És az sosem jutott eszedbe, hogy ő lehet a srác, aki ki akart rabolni? Azt mondta, hogy Keplet. Az első titok volt a papa és köztem. Ha elmondtam volna neki az igazat, talán még most is élne. Nem te tehetsz róla. Persze, mert Matthias tehet róla. Végig becsapott. Aztán megölte a papát. Én nem hiszem, hogy ő volt. Szerintem Matthias őszinte és teljes szívével szerelmes beléd. Én nem hiszek neki. Túl sok rosszat tett velem. Ez igaz. Ez igaz. De megértem, mi megy keresztül. Elvesztettem a fiamat. Egy balesetben. Az én hibámból. Sajnálom. És tudod, mikor lett vége? Amikor a feleségem megbocsátott. Addig a percig kész rémálom volt az életem. És azt hiszem, hogy Matthias most ugyanezt éli át. Matthias hónapokig hazudott. Nem tudok neki megbocsátani, nem bocsátok meg. Nekem őszintének tűnik, Matthias, és semmi bizonyíték nincs rá, hogy ott járt volna a büntet helyszínén. De ha nem ő volt, akkor kicsoda? A fél falu gyűlölte. Mik ezek a térképek? Eszembe jutott valami még erdészkoromból. Mint a falu polgármestere, Achille Montini volt az, aki elrendelte a vizsgálatot a határáthelyezésre. Így került a Keplet menedékház olasz területre. A rivális család bánatára. Csak hogy kézben tartsa őket. Egy kis nézeteltérés még nem elég a gyilkossághoz. Egy pillanat, van itt még valami. Csak egy ösvény vezet a menedékházhoz, ez itt. Pillanatnyilag egy omladék torlaszolja el, emlékszel? Nekem is kerülnem kellett. Igen. Úgyhogy a Kepletek vendég nélkül maradtak. Értem, Achille omlasztotta le a hegyet. Nem, de polgármesterként nem is intézkedett, hogy szabadítsák fel. Gyakorlatilag tönkretette T.A. Kepletet és az anyját. Visszamész a menedékházba kérdezősködni? Csak ha ön felügyelő úr felhatalmaz. Jó, de csak néhány kérdés erejéig. Ne tapos bele semmibe. Rendben van. Van híred Manuról? Nincs, még nem jött vissza. Mit mondtam neked? Bíznod kell benne. Persze, Manuelában megbízom. Én Antonióban nem bízom. Végre. Csak kivártam, hogy beszélhessünk. Nem megyünk vissza? Sokat gondolkoztam. A házról készült fényképeket is átnéztem. Igazad van, jó kis ház. Igen. Szóval, megtartjuk? Add el, engem már nem érdekel. Fogadok, a bátyád beszélt rá, hogy eladd a házat. Nem, nem, neki ehhez semmi köze. Ne csináld ezt, én döntöttem így. Oké. Nem kell csinálnod semmit, majd én elintézem. Bérelhetünk is addig valamit, aztán majd kiderül, meglátjuk. Sajnálom, Antonio. Már nem akarom, hogy az a hely az életem része legyen. Köszönöm, hogy ezért személyesen ide fáradtál. De most be kell mennem dolgozni. Kellemes visszautat.
Manu. 10 percet késtél. Ez így nem helyes. Igazad van. Beszélnem kellett Antonióval. És mit mondtál neki? Hogy adja el a nápolyi házat. És elküldtem. Most már itt élem az életem. Egyenruhában. Ja, jól van, nagyon büszke vagyok rád. Ügyes lány ez a Manuela kisasszony. Az biztos. Persze, tudjuk, kitől örökölt? Hát, Francescótól. Hogyhogy, az én húgom, nem Francesco húga. Nézze, ha magám múlott volna, a rendőrséghez se lépett volna be soha. És nézze meg most, a közrendőrök mintaképe. A mintaképe, bravo, akkor te kisd annak te is, és tanulj tőle, jó? Carolina? Igen, Vincenzo vagyok. Figyelj, ha már erről a sommelier tanfolyamról lemaradtunk, nem mennénk el ma este egy jó kis vacsorára? Paolo úgyis elmegy, nem? Oké, nagyon jó, akkor este nálam. Rendben. Este, szia, szia. Ezt muszáj lefotóznom. Mit akarsz? Tök nevetséges vagy. Szakíts Isabellával, mielőtt ő szakít veled. Halkas, azt se tudod, mit beszélsz. Én sokkal jobban ismerem, mint te. A vége ennek az érettségi hülyeségnek, és nem játssza tovább a vörös keresztes nővért. Visszajön hozzám, és mehetsz a francba. Mert ő élni akar, nem vegetálni. Nézd magadra. Veled nem lehet élni. Izának normális dolgokra van szüksége, és főleg egy normális, igazi férfira. Ez elég normális dolognak tűnt! Te őrült vagy! Régóta az első kiránduló. Kevesebb vendégük van a hegyomlás óta. Igaz? A gyilkosságról akar beszélni velem, ugye? Tudom, hogy voltak gondok önök között. Csak nem vádol valamivel. Mondja meg, hol volt aznap éjjel? Itt voltam. Egy német turista párral. Ellenőrizze, ha akarja. Egyébként az az ember. Maga volt az ördög. Mindent megtett, hogy tönkre tegye az életünket. Mindent. És a két család rivalizálásáért is. Megengedi, hogy körülnézzek egy kicsit? Tessék, menjem. Ez a lányom birodalma. Sose megyek be. Most nincs itt, mert lement Ausztriába. Bevásárolni. Esküszöm. Magyar hangok. Kárpáti Levente, Csík Csaba Krisztián,
Holnándor, Kókai Tünde, Laudon Andrea, Peller Anna, Mikec Estilla, Dobó Enikő, Barbinek Péter, Zsuga Nóra, Gacsal Ádám, Rada Bálint. Magyar szöveg Kléner Gizella, szerkesztő Fábián Noémi, felvevő hangmérnök Szabó Kevin, keverő hangmérnök Kis Pál, gyártásvezető Bogdán Anikó, szinkronrendező Pócsik Ildikó. A szinkron az MTVA megbízásából a Mahír stúdióban készült 2021-ben. Produkciós vezető Fodor Eszter.